Egyik iskola nem örülne 300 millió forintnak, amiből kémia tantermet építhet. Így gondolta az a több mint 40 középiskola is, akik 2010 és 2014 között pályáztak az Öveges Programon belül fejlesztésekre. Később azonban kiderült, hogy nem az iskolák, nem a diákok és a pedagógusok jártak jól ezekkel a pénzekkel, hanem például több cég is. 2014-ben a miniszterelnökség már észrevette egy ellenőrzéskor, hogy szabálytalanságok történtek az öveges programban. Ennek ellenére csak 2015-ben indult nyomozás, amikor hadházi ákos országgyűlési képviselő feljelentést tett. 7 éven át folyt is ez a nyomozás, azonban csak tavaly októberben lett vádemelés az ügyben. Ennek ellenére nem tudni, hogy mikor kerülnek bíróság elé a felelősök, mert még nincs kitűzve a tárgyalás időpontja. Azt, hogy mennyi pénz mehetett félre az öveges programmal, nagyon sokan szerették volna megtudni, többek között egy európai parlamenti képviselő, országgyűlési képviselő, illetve a Transparency International Pert is indított az összeg megismerésére. Ebből a cikkből most, aki szeretné megtudhatja, hogy mennyi pénzbe került nekünk adófizetőknek az öveges programhoz kapcsolódó Mutyi.